azt hiszem, hogy kőlapos történetébe tavaly történt változás, és nagyon szépen köszönöm a Kelet-Magyarországnak és annak szerkesztőjének, aki elindította a folyamatot. Nagyon örültünk neki, mert már akkor is éreztük, hogy egy gyarmatként kezelt területen élünk, tehát a 21. században. Hát mi történt kőlaposra? Ami tábla előtt állok is, ez nyilvánvaló, ez 2003-tól, könyörögve, de 2007-ben megkaptuk Fülöp István úr segítségével. Nagyon bízunk benne, hogy a továbbiakban is azt az emberi szabadságjogot biztosítja a Nyíregyháza, hogy a 100 000 Nyíregyházának azonos joggal rendelkező állampolgári lehetünk. Miért kérjük ezt? Nem gazdasági haszonszerzésből, hanem a kőlaposi embereknek a 21. században és ennek megfelelő céljából kérjük. A jövő nemzedékéért. Mert ugyanis azt tette Nyíregyháza, hogy kérem szépen 2003-ban kihozta a Nyíregyháza táblák kőlaposra, utána pedig gyorsan visszatette, mert ameddig tart a hatalom, addig tart a fény is Magyarországon. Hát mindenképpen pozitívan érintene, nem csak engemet, hanem majdnem mindenkit érint valamilyen módon. Tehát nagyon sok ember például, hát engemet is érint, ha a közlekedés szempontjából a sokkal olcsóbb volna a utazás, a busszal való utazás például. Tehát nem kéne távolsági jegyet váltani. Elég lenne egy bérlet. Mondjuk az utazással kapcsolatosan még annyit el tudnak mondani, hogy nagyon sokan, sok ember nem vettek fel, mert nem térítünk meg a távolsági. Nyilvánvaló, hogy szeretnénk, ha visszahelyeznék a táblát, ezt emberi jogon, mert itt 300 igazi magyar szívdobok, és nagyon bízom benne, ugyanolyan eljárás keretében, mint külhoni magyar állam, határon túli magyar állampolgárkod, bennünket a örökbe fogad a város, és mi nekünk nem kell magyar esküt tenni, hogy továbbra is hozzátartozunk a 100 000 Nyíregyházához. Én ebben nagyon bízom egyébként. Nagyon szeretném megértetni. Mi nem gazdasági haszonból, hanem valójában csak egy élhető közösségére a 21. században, amiért már megdolgoztunk és emberi körülmények között tisztességgel és emberként élhetnénk a lakhelyünkben. Nyilvánvaló, az itteni beruházásokat is így gazdaságilag is nyírpazonnyal közösen végzett, de viszont utómunkálatokban nagyon trehány munkálatokat végeztek, hogy helyre fogja hozni ez az ország. Hát hiszen játszótérben, amit elnéztük, egy nagyvállalat lerakta a személykét, most 2011. november 26-án már elvitték kérem szépen a nagygyár, de most 2012-ben is igen nagy beruházást igényel, hogy valakinek a szemetjét eltakarítsák. Hál' Istennek, és emberi jogból, és mindenből találkoztam a 21. században Dr. Kovács Ferenc úrral is, és azt kértük, fele megvalósult, az irányítószámot visszakaptuk, és most már a számláink után nem fizetünk teljesen, hogy hívják ott kamatot, meg ilyesmit. Én nagyon bízom abban, hogy a következőben és a jövőben is ilyen társadalmi összefogással és a polgármesteri hivatalnak a segítségével ez megvalósulhat. Hiszen most már örülünk neki, hogy nem csak választottunk képviselőt, Magyar Tibor urat, hanem mellettünk van, válmegbe küzd velünk együtt a 21. században, és ő megmutatta a kis közösségnek, ő igazi képviselője szeretne lenni. Köszönöm szépen!